A Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétikai Klubja ismét közös jótékonysági futást szervez a Várócsány nyilvánítás 50. évfordulójának alkalmából. A befizetett nevedési díjakból idén részben a Békési Tűzoltóság eszközállomány fejlesztését kívánjuk támogatni. Immár harmadik alkalommal szervezi meg a Békési Fiatalok Egyesülete ezt a jótékonysági futóversenyt, de azt gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk nekik, hogy így megmutatják a tavasz köszöntével a várost, és mindig kitalálnak valami olyan célt, ami mellé nagyon sokan odaállnak. A Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétikai Klubja idén már harmadik alkalommal rendezte meg a köröskörű jótékonysági futóversenyét, ahol idén is egy általunk kiválasztott civil szervezetet szerettünk volna támogatni. Idén a Békési Önkormányzati Tűzoltóságnak gyűjtünk egy újraélesztő készülékre. Nagyon örülünk neki, nagyon hálásak vagyunk, hogy ránk gondoltak most a szervezők az idei évbe ezzel a rendezvénnyel. Egy félautomata defibrillátort fogunk beszerezni a befolytó összegből. Azért gondoltunk erre az eszközre a szervezőkkel közösen, mert látszik a mostani beavatkozásainkba, hogy egyre inkább készülni kell a tűzoltóságnak is az ilyen egészségügyi vészhelyzeteknek a megoldására, és ezzel az eszközzel nagyon könnyen és nagyon jól meg tudjuk gyorsítani ezt a munkavégzést. Tudtuk volna már használni, igen, szerencsére gyorsan kijött a mentőszolgálat is, de bármikor bele tudunk szaladni egy olyan káreseménybe, amikor ezt nekünk azonnal kell használni. Elég egy balesetnél például, vagy valamilyen mérgezésnél. 5, 4, 3, 2, 1, raj! A sport népszerűsítése, az atlétikának a népszerűsítése van egy ilyen gondolatunk, illetve a bevételt azt általában a jótékonysági célra szoktuk felajánlani, ez így lesz most is. Igazából ez a lényege, meg egy jó közösségi programot szeretnénk a békésvárosiaknak. Személy szerint mekkora távot futsz? Én félmaratonon indulok most. Köszönjük szépen az érkezőknek, hogy a nevezési díjukkal is támogatják ezt a kezdeményezést. Egy perc a rajtig. Az 1973 méter egy nagyon jó ötlet volt a részükről, hisz idén vagyunk 50 éves évforduló kapcsán újra várossá nyilvánítva, és azt gondolom, hogy ez egy jó üzenet, hogy büszkék vagyunk arra, hogy város vagyunk, nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy a sport terén is, amit a mai nap is meg fog mutatni. 4, 3, 2, 1, rajt! Az 50 éves évfordulót ünnepeljük Békésen, és igyekeztünk az 50 főt megcélozni. Hát ezt egy picit túl is teljesítettük, mert 55-en veszünk részt a mai rendezvényen, mi második alkalommal vagyunk itt. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, igyekszünk a csapatversenybe is oda tenni magunkat, mert tavaly sikerült megnyerjük a Vándorkupát, úgyhogy most is nagy céllal állunk a rajthoz, hogy az idei évben is nálunk maradhasson ez a gyönyörűség. Úgyhogy örülünk, hogy jó az idő, szerencsére nem esik az eső. Minden távon, a 21, 10, 5 és a 2 kilométeres távon is delegáljuk a klubtagjainkat, és nagy szeretettel jövünk majd legközelebb is, remélem, erre a rendezvényre. Egy, raj! Idén már harmadik alkalommal gyűltünk itt össze, és egy jótékony cél érdekében futunk, és a Békés 50 nevű elnevezésű programsorozat részeként valósul meg ez a rendezvény. Amikor ezt elkezdtük 3 évvel ezelőtt, akkor pontosan az volt a cél, hogy már a Békés 50-re, azon a Várossá nyilvánítás 50. évfordulójára már egy jól szervezett, jól működő szuperrendezvényt tudjunk megvalósítani. Több kollégánk is fog futni, mi is futunk a vezetőség a kisgyerekekkel, ilyen élményfutásként, mi leszünk a zárósor, és mellette még 8 kollégánk fog futni 2000 méter. Úgy gondolom, hogy maga a cél is nemes, és így többféleképpen is itt vagyok, hiszen a tűzoltó szervezetünknek az elnökeként is itt kell, hogy legyek, de mint olyan ember is, aki nagyon fontosnak tartja a sportot, a sport által való egészségmegőrzést, emiatt is gondoltam, hogy újra megpróbálok
idén is lefutni egy 5 kilométeres távot. Köszöntöm azokat, akik most érkeztek.